Szevasztok, hey! Bízom benne, hogy túlvattuk már a karácsonyi beiglikómán. Nálam plusz 2 kiló. Köszönöm, anyu. Köszönöm, hajni. Le kell ezt dolgozni. Meg fel kell dolgozni. Az, hogy most nincs közel egy hónapig UFC gála. Viszont volt itt egy UFC 269. Mi történt itt az Oliveira vs. Poirier mérkőzésen, meg milyen káosz van most jó értelemben, könnyű súlyban, és mit váratunk a következő időszaktól? Dumáljunk erről egy kicsit. Tudom, azt ígértem nektek, hogy én közvetítem majd ezt a UFC 269-et. Nem jött össze. Erről majd, hogyha az idő engedi, majd fogok több információt megosztani. Most még nem tehetem, a lényeg az, hogy beszopódtam, és csak ezért jövök most ilyen videóval, de hogy a Facebookon is ígértem, pár anyagot most így az ünnepek között, vagy hát új év előtt még kirakok. És akkor beszéljünk erről a Oliveira vs. Poirier mérkőzésről, illetve annak a hozadékáról, vagy annak a hatásáról, mi várható most könnyű súlyban. Maga a mérkőzés, nem szeretnék szentimentálisnak tűnni, vagy túlzottan ezoterikus irányba elmenni, de a karma igencsak dolgozik. Tetten érhető az, hogy semmi sincs ingyen, mindennek következménye van, minden emberi döntésnek, és ez most Dustin Poirier-t utolérte. És az alatt azt értem, hogy a 2021-es év 3 nagy mérkőzés hozott Dustin számára, 2 ebből egy Conor elleni mérkőzés volt. És Dustin egyértelműen idén előtérbe helyezte az egzisztenciát, tehát hogy bebankolja a családnak a jövőjét, minél több pénzt szerezzen 2 Conor elleni mérkőzéssel, és ezeket a cím meccs kárára hozta meg ezt a döntést, tehát tolta a címmérkőzés lehetőségét. Koronázatlan királyról beszéltek Dustin esetében, hogy ő a legjobbja a súlycsoportnak, és hogy a Oliveira vs. Chandler az nem volt a legjobbak ütközete a nagyon mély, könnyű súlyban. Dustinnak kellett volna címért mennie korábban ebben az évben, de ahogy mondtam, ő Conort választotta. Ezzel nagyon sok pénzt szerzett, viszont elodázta annak a lehetőségét, hogy hamarabb menjen címért. Az, hogy ez Dustinra milyen hatással volt, nem mondanám azt, hogy 2 nagy háborúja volt Conor McGregor ellen. Nyilván azokból a mérkőzésekből is tudott tanulni, főleg, hogyha mérkőzések súlyát, egy mérkőzés súlyát tekintjük. Viszont ez nyilván kilométert rak Dustinba minden egyes mérkőzés, még annak ellenére is, hogy még csak 32 éves, de roppant számú bunyó szám van már mögötte. Illetve a harci szellem, a jó lakottság érzése az, amin szintén gondolkodnunk kell, hogy mennyire befolyásolja Dustin Poirier harci kedvét immár, hogyha túl van 2 ilyen money fighton. Még annak ellenére is, hogyha Dustin bevallottan a pályafutásra megkoronázását áhítja azzal, hogy bajnoki címet szerez a UFC-ben. És hogyha láttátok azt a dokumentumfilmet, amit nemrég készült róla, zseniális anyag volt, bemutatja az ő nyers pályafutását, és az alatt azt értem, hogy mindig is a bunyó imádata volt az, ami meghatározta őt a gyerekkora óta, és mindig benne fog élni ez a küzdő szellem. Ettől függetlenül az ember változik és öregszik, és hogyha családja lesz, és mellette pénze is, pénzügyileg is rendbe jön, ez azért tudja formálni az ember akaratát, az ember harci szellemét. De ez volt a romantikus rész. Ha vissza helyezzük munkat a mérkőzéshez, azért nem akarom elbagatelizálni azt, hogy mennyire vette komolyan Dustin ezt a mérkőzést. Biztosan komolyan vette, és biztosan azért jött, hogy címet szerezzen. És itt is magában, főleg, hogyha az első menetet nézzük, akkor ebben hihetett is. A mérkőzés utáni sajtótájékoztató ne is mondta, hogy az első menet után úgy ment ki a másodikra, hogy tesóm, a bajnok leszek. És erre minden oka megvolt az, hogy ezt gondolja, mert egy nagyon jó első menetet hozott. Állva dominálta Oliveirát. És ez azért lehetett így, mert a mérkőzés megelőző felvezető videóban, ahogy mondtam, a kulcsa Dustinnek ezen a mérkőzésen a sikerhez az lesz, hogy találja el azt a ritmust,
amire szüksége van a stílusából adódóan, hogy tartsa azt a range-et, amelyen keresztül az ő nagyon jó box tudásából szét tudja szedni az ellenfeleit. És hogyha visszanézitek a mérkőzést, vagy ha emlékeztek a mérkőzés képére, akkor nagyon-nagyon hatékonyan használta a bal egyenesét, a hátsó bal kezét, amit rendre kontrázni akart Olivera. És amikor elküldte a balost is, hogy jött vagy a jobb horoggal, vagy a bal kontrálva vissza Olivera, abból kiúszta magát is, azzal jött vissza a jobbal. Ez az első menetben nagyon-nagyon jól működött Dustin számára. Így tudta leütni Olivérát. Viszont a második, harmadik menetre aztán ezt kiismerte Brazil, illetve Dustin nem találta ezt a ritmust, nem találta azt a range-et, és nagyon statikusan, nehezen állt a lábain, és amikor bejött a bal egyeneseivel, akkor bent maradt, főleg a csípője. Amikor ki akarta volna húzni magát Dustin ebből, ott maradt nyitottan a csípője, és ezekre tudott utána bejönni szépen bodylockra, Olivera. Ezekből a badilakokból tudott utána felhozni clinchre, vagy onnan tudott utána földre menni Dustinnal szemben. Tehát ami első menetben működött, azt utána nem tudta hozni a következő menetekben Dustin Poirier, és ez vezetett a végül is a vereségéhez. Olivera zseniális volt, hogy egyrészt túlélte az első menetet, másrészt azt, hogy váltani tudott ebből. Azt, ahogy befogta az előmaradt csípőjét Dustinnak, az, hogy a ketrec falához tudta többször, több esetben Dustint préselni. Ugye ezt is mondtam a mérkőzés megelőző videóban, hogy az lesz a kulcs, hogy ki tudja a ketrec falához irányítani és ott tartani az ellenfeleit. Az elsősorban Olivérának sikerült, hogy Olivera tudott ebből utána kamatoztatni a mérkőzés képét, összképét tekintve. Tehát ugye, ahogy a ketrec falánál a clinchben könyökkel nyitotta Dustinnak a védekezését, és be tudta húzni a bal underhookot, onnan felhúzta a térdet fejre, és ezzel megint megzavarta Dustin, behúzta a jobb underhookot, és onnan ment utána a földre. Ezek nagyon-nagyon szépen, okosan felépített támadások voltak Olivera részéről, és hát a végén jött a fránya, megint csak hátsó folytás, mindenemű elfogultság nélkül mondom ezt, és Dustin ugyanabba a hibába, vagy ugyanazzal a módon kapott ki, nagyon hasonló módon, mint mondjuk Khabib ellen. És hát a karma, hogyha ezt már belefűztem, vagy megfűszereztem mondani valómat ezzel kapcsolatosan, utelérte őt, és nem tudott címet szerezni. Könnyű súlyban Dustin nagyára volt a Conor elleni bunyóknak, inkább azt mondanám, hogy nem a siker, az, amit ott anyagilag be tudott húzni magának, az megbosszulta magát, mert most így nem tudott Olivera ellen címet szerezni. Én azon gondolkodtam, hogy ez egy hatalmas fegyvertény Olivera számára, hogy győzött Dustin ellen, és nem gondolnám azt, amit többen kérdeztetek tőlem az instagrames üzenetek formájában, hogy ezt követően Dustin vajon gatekeeper-e lesz a könnyű súlynak, mert túl jó ahhoz, hogy megverje őt a top 10-ből bárki, tehát nem jelenthetjük ki azt, hogy Dustinnak vége lenne, viszont a címmérkőzések kapujában nem jön össze neki, vagy nem jön ki neki a lépés. Tudom, hogy ő még mindig csak 32 éves, de ahogy mondtam, sok kilométer van benne, és az a véleményem, hogy Dustin most már főleg az, amikor olyan szavakat mond, hogy nagyszerű pályafutásom volt, és többször elmondta azt, hogy elgondolkodott a folytatást illetően az elmúlt időszakban, hogyha ez a gondolat megszületik egy ember fejében, és talán Khabib is most erről nyilatkozott, az már nem hordoz magában egy olyan elsőprő lendületet, amivel a következő években újra vissza tudná építeni magát, vagy olyan nagy lendülettel tudna harcolni a következő címmérkőzés lehetőségéért. Dustin innentől kezdve valószínűleg átgondoltan fog ellenfeleket választani, és a kérdés csak az, hogy mennyire akar releváns maradni. Tehát a pénzszerzés az, amin elsősorban koncentrálni fog, vagy érzi magában még azt a vágyat, vagy indítatást, hogy még egyszer címmérkőzéshez jusson el. És innentől kezdve bele lépünk ebbe a könnyű súlynak a forrongó, úgy gondolom, hogy sok-sok változást maga előtt tudó időszakának, mert ha a top 10-et megnézitek, illetve a top 10, ezen kívüli top 15-öt, az új generáció bekopogtatott éhes, fiatal és roppant veszélyes rácokról van szó, akik hamarosan be fognak lépni a top 10-be, és hamarosan be fogják húzni azokat a skalpokat,
amikre szüksége van ahhoz, hogy a top 5-be kerüljenek és kihívói pozíciós mérkőzéseket hozzanak le. Ha megnézitek, kik vannak ott a top 10-en kívül, ugye Conor jelenleg a 9. mögött találhatók olyan nevek, mint Fiziev, Riddell, Makachev már ugye most már top 5-ben van. Ezek a srácok nagyon hamar meg fognak kapni olyan neveket, mint mondjuk Tony Ferguson, Rafael dos Anjos, akik ott vannak még a top 10-ben. És én úgy érzem, hogy itt 2-3 éven belül jelentősen át fog alakulni a könnyű súlynak a domináns mezőnye. És ez a gondolat az, ami szerintem el kell, hogy gondolkodtassa azokat, akik most ott vannak a top 10-ben, és hogy milyen irányba szeretnének a pályafutásuk következő 2 évben előrelépni. Oliveira ebből szempontból, mivel bajnok meghatározó az ő gondolkodása, nyilván az UFC is kell lesz, hogy őt milyen irányba akarja magát a súlycsoportot tolni, vagy a jövőjét formálni. És az Oliveira 10 év után, hogy most bajnoki címet szerzett, ugye ha jól tudom, ő is 32 éves, és hogy megnézzük a mérkőzéseit, bármennyire is a defenzív rész a jiu-jitsu mellé felhozott muay thai-jal egy nagyon erős, nagyon kemény és összetett bázis hozott létre számára, de megnézitek az előző mérkőzéseit, akár Chandler, vagy akár Dustin ellen is voltak problémái, tehát üthető Oliveira. Akár állóbunyóban, vagy egy birkózó ellen a földön a Grand Pound esetében ez veszélyes lehet. És innentől kezdve Oliveirának is át kell azt gondolni, hogy egy ilyen mély súlycsoportban egy hosszú regnálás nem biztosított. Nagyon kicsi a valószínűsége annak, hogy valaki 3, 4, 5, akár több címvédés is lehoz tudni ebben a súlycsoportban, főleg, hogyha ilyen Makachev nevű vagy kvalitású arcok jönnek, vagy ha jön mondjuk egy Gaethje elleni bunyó, vagy majd jön egy Fiziev elleni bunyó, ott azoknak nagyon nagy rizikója van, és itt az ideje 10 év után Oliveirának pénzt keresni. A bajnoki öv mellé a pay-per-view pontokkal ez nyilván több pénzt keres, mint mondjuk a pályafutása korábbi szakaszában, de összesen lehet hasonlítani mondjuk egy Conor McGregor elleni bunyóval. És ami Dustinnak megvolt a pályafutása végéhez közeledve, hogy money fightokat kapjon, Oliveira bajnokként úgy érzi, hogy most ebbe az irányba kell elmozdulnia, amiért nem róhatunk neki fel szemrehányást, hogy ilyen alapon gondolkozik. És ennek köszönhető az valószínűleg, hogy nyitott Oliveira most, vagy egy Conor elleni bunyót akar. Nyilván ez Conor nem kell meggyőzni arról, hogy ő is partner legyen ebben. Mind a ketten azt nyilatkozták, hogy ők erre nyitottak. Sőt, Dana White is azt mondta, hogy Conor McGregor az a speciális karakter, akinek nagyon sokat köszönhet a szervezet. Nem csak a nézettséget tekintve, hanem a pályafutása, hogy a bajnoki címszerzései időszakában Conor nem válogatott és mindig partner volt. Tehát amikor kiesett RDA vagy az Aldo elleni először tető alá hozott párosítás nem valósult meg, akkor Conor azt mondta, hogy bárki ellen ő hajlandó kiállni, és partner volt Dana White-ig számára, és ez az, amit most visszakap Conor McGregor. Azáltal, hogy annak ellenére, hogy 9. rangsorban is van, Cowboy Cerrone elleni egyedüli győzelme az elmúlt években. Ennek ellenére arról beszélünk, hogy lehetséges, hogy májusban Charles Oliveira Conor McGregor ellen fog címet védeni. Ez benne van a pakliban. Tehát bármennyire is groteszkül hangzik ez, és bármennyire is azt mondjuk, hogy nem érdemli meg Conor McGregor ezt a lehetőséget a rangsor alapján, illetve az eredményei alapján, én nagy valószínűségét látom annak, hogy a UFC ennek ellenére összehozza ezt a párosítást. Ne felejtsük el, hogy ez a fight business. Tehát nem elsősorban a ranking alatt, ami meghatározza, hogy mikor milyen párosításokat hoznak létre. A ranking az igazából egy kirakat intézménye UFC-nek, vagy azoknak a szervezeteknek, akik nem elsősorban a szakmaiságra törekednek, hanem a bevételekből akarnak megélni, és azért megint UFC-t sem lehet hibáztatni. Nyilván bennünk rajongókban lehet egy rossz szájíz, hogyha Conor megkapja ezt a lehetőséget, de visszagondoltok, a történelemben volt már pár példa erre. Amikor Dan Henderson mehetett mondjuk Michael Bisping ellen, az egy nagyon jó példája ennek. Vagy mondjuk amikor Chael Sonnent küldték John Jones ellen egy elveszített közép súlyú
címmérkőzés után Anderson Silva ellen. Mindenki tudta, hogy Charlesonnak ott nincs esélye, de mégis. Akkor az a párosítás tudta a legtöbb pénzt hozni félne is új mérkőzésen. Tehát reális esélye van annak, hogy Oliveira legközelebb Conor McGregor ellen megy. Ez viszont beindít egy nagyon érdekes láncreakciót, hogy mi történik akkor így a súlycsoportban. Az a párhuzamosan, vagy annak milyen kihatásai lehetnek, mert hogy a Darius vs. Makachev párosítás tavaszra már fixálták, tehát ők ketten valószínűleg kihívói pozícióért mennek. Itt az a kérdés, hogy lehet ebből win-win szituációt kihozni, és hogyha gyorsan lefuttatjuk a fejünkben a lehetséges dolgokat, vagy párosításokat, akkor valaki ebben sérülni fog. És a legnagyobb veszélye Justin Gaethje számára van annak, hogy ebben a játékban is sérülni fog, mert hogyha Oliveira megy Conor ellen, itt Darius megy Makachev ellen, akkor Gaethjenek a top 5-ben igazából nem marad olyan arc, aki ellen relevánsan tudná magát tartani. Egyedül Dustin Poirier, aki ellen a Gaethje menne, azzal egy olyan vágyát teljesíteni a UFC, hogy visszavághat Dustin Poirier irányába a korábbi mérkőzésüket, amit elveszített Gaethje. De nyilván ez meg kéne magyarázni azt, hogy miért van szükség még egy ilyen mérkőzésre Gaethje számára, hogy címért tudjon menni. Ez is egy másik kérdés, hogy a Chandler ellen győzelme a Khabib vereség után az már feljogosítsa-e Justin Gaethje-t, hogy nyomban bajnoki címért menjen. Tehát, hogyha egy Gaethje Dustin jönne, az a Gaethje-t tudnák vigasztalni, Dustin számára ez már egy kevésbé vonzó párosítás abból a szempontból, hogy ott tudna maradni a könnyű súlyban egy kihívói pozíció környékén, vagy ez a győzelem nyomban egy címmérkőzés garantálna számára ismét, viszont money szempontjából, pénz szempontjából korán sem annyira kecsegtető, mint mondjuk egy Nate Diaz elleni bunyó, amiről most puspognak. És hogyha belegondolunk, hogyha Nate Diaz ellen tudna menni Dustin, mert elvileg Dustin akarja is, Nate Diaz is nyitott erre, és Dana White is nyitott erre, ráadásul Dustin azt mondta, hogy ő már nem szívesen fogyasztana minden áron könnyű súlyba, tehát egy súlycsoport a feljebb, vagy köztes súlyba is menne, ez Nate Diaznak is kedvez, illetve ne felejtsük el, hogy korábban pár éve ezelőtt ezt a párosítás tető alá is hozták, csak akkor Dustin sérülése miatt kútba esett. Illetve azt a narratívát is fel lehetne erre fűzni, hogy ennek a mérkőzésnek a vesztesével, vagy a győztesével teljesen mindegy, hogy milyen megközelítést alkalmazunk, Conor tudna menni. Mert ott lenne egy negyedik mérkőzés Dustin ellen, vagy egy harmadik mérkőzés Nate Diaz ellen. Tehát ott azt a történetszárat lehetne építeni. És hogyha már Conor és nem Oliveira, akkor az egyedüli ellenfél Conor számára a jelenlegi top 10-ben, és a könnyű súlyban gondolkodunk továbbra is, és olyan ellenfél, aki tud verni, és releváns tud maradni, és utána egy győzelem után még könnyebb őt címmérkőzésre bepakolni, és megemésztetni a rajongókkal, azért Tony Ferguson elleni bunyó, lássuk be. Tony még mindig Conor előtt van a rangsoron, talán a 7., Tony, Conor meg a 9. Ez is egy olyan párosítás volt, ami nem volt olyan hangos, mint a Khabib vs. Tony-nak az ábrándja, mert ugye egy promóció alá tartozott a két srác, ez azonban már pár éve megszűnt. És Tony be is kóstolta Conort, amit vissza is kapott. Tehát ez egy olyan bunyó lenne még, ami egy olyan slugfestet adna számunkra, amit rajongók gói szemmel is várnánk, és két, hát mondjuk azt azért, hogy karrierje vége felé közeledő bunyós egymás ellen találkozva egy nosztalgikus, illetve izgalmas bunyót is tudnának hozni. Idő közben viszont fognak jönni felfele ezek az új srácok. Kíváncsi vagyok Makachevre, valószínűleg nehezebb dolga lesz Darius ellen neki, mint mondjuk a Hooker elleni bunyóban, de ezen a mérkőzésen is azt mondom, hogy Makachev az, aki elsősorban győzelmi esélyekkel számolhat, utána pedig elkerülhetetlen az, hogy címért menjen. A kérdés az, hogy akkor ki lesz a bajnok. Izgalmasan mindenképpen az, hogy mi vár ránk ebben a könnyű súlyban. Pár évvel ezelőtt a váltósúly, azt megelőzően meg a könnyű középsúly volt az, ahol nyüzsögtek az ilyen arcok, az ilyen kvalitású bunyósok. Amikor azt mondtuk, hogy a top 10-en kívül is bárki veszélyes lehet a top 10-en belüli srácokra, bármikor egy körbeveréses szisztéma alakulhat ki. Én kíváncsian várom, hogy mi következik a következő években, és
Ezért is nagyon fontos az a kérdés, hogy egy ilyen mély súlycsoportban egy Khabib Nurmagomedov 3 címmérkőzést vagy címvédést hozott le, és úgy vonult vissza, és esetében most beszélnek egy Hall of Fame tagságról, ami nyilván a veretlensége, a dominanciája, az alá tud támasztani, illetve a hatása elsősorban az orosz és a közel-keleti piacon, ha az amerikait nem is számoljuk, az alá tudná támasztani azt, hogy a Khabib éra az egy Hall of Fame tagságot érhet, de én ilyenkor mindig óvatos vagyok ezzel, sőt, már Dustin esetében is erről beszéltek, hogy Hall of Fame kandidát lehetne, de úgy érzem, hogy ezek a spekulációk egy kicsit felhigítják a Hall of Fame intézményének a komolyságát azáltal, hogy ilyen neveket is már bedobnak a köztudatba, mint Khabib vagy Dustin. Khabib esetében, ahogy mondtam, még talán ezt lehetne is elfogadni, de nekem még mindig szívfájdalmam az, hogy Khabibnak összesen volt annyi UFC mérkőzése, mint amennyi címvédése Anderson Silvának volt. Dustin Poirier pedig egy interim cím mellett nem tudott bajnoki címet szerezni, és egy mély súlycsoportban szép győzelmeket aratott, illetve amiatt, hogy őróla így beszélnek, az elsősorban a két Conor elleni mérkőzés sikerének tudható be, és nem az össz pályafutásának. Tehát óvatos lennék ezekkel a kijelentésekkel, illetve Khabib befolyása is kérdéses, vagy figyelembe veendő a könnyűsúly képének alakulásában, mert bármennyire is ügyes Makhachev, és ezt látjuk az elmúlt időszakban is, Khabib mentoráltsága, illetve kapcsolatrendszere UFC-ben az, ami valamilyen módon támogatja őt még a ketrezben nyújtott teljesítménye mellett, hogy előre tudjon jutni ebben a súlycsoportban. Tehát nagyon izgalmas ez a súlycsoport, én kíváncsi vagyok, hogy ti hogy látjátok ezt, milyen párosításokat látnátok szívesen. Jöjjön egy Oliveira vs. Gaethje, vagy Oliveira vs. Conor tavasszal, egy kevésbé indokolható, de mégis UFC szempontjából pénzt hozó mérkőzés. Mit csináljon Dustin Poirier? Menjen egy Nate Diaz elleni mérkőzésen, vagy akár egy Colby Covington elleni váltósúlyú mérkőzésen, ami szintén manit hozna neki. És a top 10 ezen kívüli srácok mikor és hogy fognak berombolni a top 10-be, és milyen sikereket fognak elérni. Kommentben jöhetnek az észrevételek. Aki még nem iratkozott volna fel a csatornára, az örökben fogadom, a megosztás és a like ingyen van, és hogyha tetszett ez a videó, és hasonló videókat szeretnétek még látni, akkor örömmel várlak titeket a Patreon oldalamon is, támogatóként. Minden támogatás nagy segítséget jelent a csatorna számára. Még csinálok egy videót, ez pedig Khabib Eagle FC is szervezetéről szól, mindjárt felveszem azt is, szóval, hogyha ezt a videót megnéztétek, akkor csatornán keresétek ezt a következő videót is. Szevasztok, hej!